Köszöntöm nézőinket, az ismerős vendége Lukács Tibor, aki Tamásiból jött hozzánk, és Tiborral mi beszélgettünk az adás előtt, be kell vallanom, hogy ismerettségünk új keletű. Két dolgot mondtak nekem, kedves Tibor, amikor megtudtam, hogy te leszel a vendégem, azt mondták, hogy hangár és rádió. Ezen a két vonalon kell elindulni, és akkor meg fogunk téged ismerni. Ezt a főszerkesztői instrukciót kaptam, ha lehet ezt mondani. Hát beszéljünk talán először a hangárról. Egy érdekes meglepetés volt számomra is, hogy Bálint Gyuri kollégám, amikor te bejöttél ma ide hozzánk, és meglátott téged, rögtön felugrott, és a hangár, és hogy akkor, és az a zene. Én sajnálom, de nem hallottam még a hangár zenekarról. Hát kik is voltatok ti annó? Igen, hát köszöntöm a Szekszárdi Televízió nézőit, és mindenkit téged is itt a stúdióban. Nagyon jó a kérdés, mert a hangár zenekart nem hallhattad, hisz utoljára 1991-ben léptünk fel, akkor játszottunk utoljára, de az utóbbi évet inkább már külföldön töltöttük, úgynevezett vendéglátóban. És az igazi nagy koncertezések ideje az bizony korábbra nyúlik vissza, kezdve a 70-es évektől, 80-as években folytatódott, és a 80-as évek felé lett vége a koncertezésnek. Hát ez úgy indult, hogy Tamásiban lelkes amatőr zenészekként próbálgattunk zenekart összehozni, és megkerestük azokat az embereket, akik egy kicsit mást szeretnének zenélni, játszani, mint általában a bálokban, illetve a lakodalmakban akkor játszottak a zenekarok, és így sikerült pár olyan fiatallal összeállnunk, akik már a kezdetben egy kicsit akkor ilyen progresszívnek nevezett, vagy alternatívnak nevezett zenét, rockzenét szerettek, azt szerették volna játszani. Nem tudom, hogy mond-e ez neked valamit, hogy Free, Dave Clark, aztán később Deep Purple, szóval ezek a zenék, amik ugye akkor nagyon, nagyon divatosak és menők voltak. Hát ezekből merítettük még igazán azt a zenei illetést, azt az anyagot, ami köré szerettük volna fölépíteni a mi kis zenénket, és ebből indultak aztán a saját szerzeményű dalok is, amiket koncerteken játszottunk. Hány tagú volt a zenekar? Általában öt tagú, illetve az elején öt tagú volt, és akkor próbálkoztunk mi később egy ilyen fuvós szekcióval is, ami aztán egy kicsit ilyen Chicago, Blood Sweat and Tears stílusú zene felé irányult volna, akkor 7-8 tagú is volt alkalmanként, szaxofon, trombita, pozánnal kibővülve. Na és hát, hogy persze, hogy nem hallották a fiatalok ezt a zenét, mert hát lemezen már csak a későbbi, a 80-as évek idejéből származó zenénk jelent meg. Az egyik az már a új hullámos korszaknak a lenyomataként egy ilyen Start nevű válogatás lemezen, a Haverom a Kalauz című szám, ami aztán akkor nagy sláger volt az országban, és pár darab kis lemez, amit aztán a rádiók játszottak, de önálló nagy lemezünk sajnos nem jelent meg. Akkor itt mindjárt el is mondanám azt, hogy végül is én összehoztam a régi hanganyagból némi kis digitalizálással illetve kettő CD-nyi anyagot, amit hát most próbálgatok még csiszolni egy kicsit. Ezt nem is kiadásra szánjuk, hanem inkább így régi baráti körnek, ismerősöknek, ajándéknak. Hogyha ez sikerül, akkor az ősz folyamán térre ez meg lesz talán. Hát azt hiszem, hogy ennek sokan örülnek, annál is inkább, hiszem, az sajnos elképzelhetetlen, hogy ti újra összeálljatok. Így van. Így van. Hát ezt a zenekart már nem lehet még egyszer összehozni, egyik formációt sem, többek között azért, mert kulcsemberek távoztak el tőlünk már, máshol pengetik már a gitárjaikat, és én annak a híve vagyok, hogy azt a felállást csak azokkal az emberekkel érdemes megvalósítani, vagy újra létrehozni, akik akkor zenéltek, mert az már nem lenne olyan, hogyha helyettesítőkkel próbálkoznánk. De talán azt szokták mondani, hogy ha az égből látnak minket, benneteket, akkor biztos, hogy ők is nagyon fognak örülni ennek az anyagnak. Említetted tehát, hogy országos siker, kislemezek, és hát gondolom, hogy volt rajongótábor is, és minden, ami egy igazi együttesnek lennie kell. Mégis
mi vezetett ahhoz, hogy igazán átütő sikert nem sikerült produkálni, persze nem kisebbítve az elért eredményeket, illetve az, hogy külföldre mentetek, és hát ott úgymond a vendéglátóiparban zenéltetek. Igen, hát azért azt tudni kell, hogy a 70-es, 80-as években nem voltak magánstúdiók, nem voltak magán hanglemezkiadók. Magyar hanglemezkiadó vállalat volt, volt a filmgyárnak egy stúdiója, a rádiónak egy stúdiója, és magánk a hanglemezgyárnak, ahova úgy lehetett bekerülni, hogy megírtunk egy-egy saját szerzeményt, le kellett kottázni, szöveget elkészíteni, beadni egy úgynevezett Sanzon bizottságnak, akik aztán elbírálták, hogy az a felvétel érdemes-e arra, hogy kapjunk stúdióidőt valamelyik stúdióban. Na most ez nagyon hosszú ideig nem sikerült, tehát egyáltalán nem kaptunk stúdiózási lehetőségeket, holott egy csomó ilyen amatőr versenyt, fesztiválokat nyertünk, arany, ezüstérmeket hoztunk el. És ez később sikerült már, csak amikor a 80-as évek második felében, amikor egy kicsit már másfajta zenék is bekerülhettek a rádióba, és a 8-as stúdióban kaptunk 10-12 szám erejéig felvétel, de ez egy ilyen fél éves távlat. Tehát egy-egy számra kaptunk 6 órás stúdióidőt, azt el kellett készíteni, és akkor az megjelentés játszott a rádió. Most eltelt fél év, 3-4 év, mire összeállt volna egy nagy lemeznyi anyag, akkor éppen váltás volt már a hanglemezgyárnál, elment az a szerkesztő, aki addig ott volt, és így sajnos így valahogy soha nem állt össze az önálló nagy lemez, holott maga az anyag, a mennyiség meg lett volna. Azt még nem is kérdeztem meg, hogy te magad milyen szerepet vállaltál ebben az együttesben. Hát én voltam a billentyűs, szaxofonos, és hát a legrosszabb, én voltam a zenekarvezető. Akkor a zenekarvezetők intézték a menedzseri feladatokat, az adminisztrációs dolgokat, a levelezést, tehát minden olyat, amit ma már profi menedzserek intéznek egy-egy zenekar körül. Akkor esetleg a te menedzselésednek köszönhetően jutottatok ki külföldre is? És merre pontosan, hol jártatok? A mi külföldi útjaink azok nagyon korán kezdődtek. Tehát elkezdődött azzal, hogy mi a 70-es évek második felében már Ausztriában vendégszerepeltünk egy kulturális delegáció kapcsán, ami akkor nagyon ritkaság volt. Szóval akkor nyugatra egy zenekar alig-alig jutott ki. És mi Ausztriában szerepeltünk, mivel én a művelődési háznál dolgoztam, és jók voltak a kulturális kapcsolataim, mindenféle megyei és országos szinten, és egy kulturális delegációval mi is bekerültünk ebbe az utazó csapatba. Tehát mi a 77-ben, 78-ban már zenéltünk kint Ausztriában, és aztán ezek a kapcsolatok hozták létre a későbbi, a 80-as évek vége felé, amikor már pénzkereseti céllal, vendéglátó céllal jártunk Nyugat-Európában. Mennyire maradt meg a zene az életedben? Nekem teljesen megmaradt, tehát én a mai napig csak a zene körül forog nekem minden. Én most kereskedelemmel, rádiózással foglalkozom, és a kereskedelemben is hangszerkereskedelemmel éppen azért, mert ez áll közel hozzám, ez rendezvény hangosításokkal, tehát bennem minden a sound, a zene, ez tölti ki az életemet gyakorlatilag most is, anélkül, hogy hát aktív zenész lennék. Hogyan volt ez az átmenet, amikor abba maradt a zenekar, megszűnt az a fajta zenélés, akkor hogyan jutottál el például napjainkig, amiről tulajdonképpen már el is kezdhetünk beszélni, egy rádió létrehozásáig? Én betegségi kényszerből, tehát elromlottak a kezem, így hagytam abba a zenélést, tehát ez egy kényszer volt, és utána próbálkoztam, hogy közel tudjak maradni a zenéhez. A rádiózás viszont régóta szívügyem, amikor Szekszárdon már elindult az egyik kereskedelmi rádió, illetve bontogatta szárnyait, én akkor már kapcsolatot teremtettem Forró Lajos barátommal, és egy idő után közösen kezdtünk el gondolkodni ebben a Tamási Rádió ügyben, és amikor ez létrejött, akkor mivel az ő tulajdona a Tamási Rádió, és én megkaptam a programigazgatói beosztást, és én most már 2 éve dolgozom. Hogy kell elképzelnünk ennek a rádiónak a működését? Tehát akkor kimondhatjuk azt, hogy az Aliszka rádión belül működtök. Igen, ez az Aliszka média csoport tagja, a Tamási Rádió.
napi 4 órás önálló szerkesztett adással, önálló stúdióval rendelkezünk, tehát reggel 6-tól 10-ig saját szerkesztési műsort adunk, és utána kapcsolódunk be az Aliszka hálózati műsorhoz. Tehát akkor mondhatni, hogy ébresztitek a tamásiakat. Mivel szoktátok ébreszteni a programigazgató, milyen programokat részesít előnyben, mi az, ami ebben a 4 órában elindítja ott a helyiek napját? A 4 órás idő rádiózásban nem sok, tehát ezt tudni kell, de mivel ez a reggeli időszakban történik, így egy nagyon rugalmas és nagyon friss, pergő műsort állítottunk össze, reggeli ébresztő címen, ahol 2 műsorvezető van mindig, 6-tól 8-ig a stúdióban, és ez szól az ébredező diákokhoz, a munkába indulókhoz, egy ilyen párbeszédes, telefonos, tehát egy ilyen igazi friss ébresztő műsornak szánjuk ezt a reggeli adást. Riportokkal és beszélgetésekkel jönnek hozzátok emberek, vagy inkább az említett telefonos interjúk, vagy inkább sok-sok zene? Sok zene, de adunk teret a közéletiségnek is. Hetente 2-3 alkalommal is vendégeket hívunk a stúdióba. Nap vendége, nap témája ilyen címekkel, vagy esetleg vasárnapi csevegés címmel, és ott egyrészt az aktuális közéleti témákkal foglalkozunk, másrészt pedig az embereket, a mi környékünkben lakó embereknek a kérdéseire próbálunk témákat választani, és annak megfelelően riportalanyokat hívni. Ráharaptak az emberek erre a médiumra? Lehet igen, ezt mondani? Igen. Én rendszeresen felméréseket készítek a társaságomban, az ismerősök körében, véleményeket kérdezek tőlük, és úgy tűnik, hogy sikeres a Tamási Rádió. Ez csak a felmérések, a különböző közvéleménykutatások kapcsán méritek, vagy egyszerűen vannak visszajelzések? Betelefonálnak, hogyne, levelet írnak? Igen, a visszajelzések a legjobb mértékadó megnyilatkozások, tehát akár a telefonon történő esetleges kritikák is, de az elismerések is nagyon szép számmal jönnek. Milyenek a munkatársaid? Hogy sikerült őket megnyerni? A munkatársaimat szerencsésen sikerült úgy megtalálnom, hogy kinőtték az amatőrizmust, és hát most már teljesen profi emberekké váltak, profi műsorvezetőkké. Teljesen rájuk tudok bízni egy-egy témának a feldolgozását, egy-egy riportalanynak a kérdéseinek a feltevését, és szerencsére jó orgánú, jó hangú embereket sikerült választanom. Mit tartasz a legfontosabbnak a rádiózásban? Szerinted egy ilyenfajta médiumnak ma milyen szempontok szerint kell működnie? A regionális rádióknak véleményem szerint egy kicsit másnak kell lenni, mint az országos adóknak. Egy kicsit több közszolgálatiságot kell mi, hogy belevigyünk, éppen azért, mert a környékben lakó emberek helyi problémáival az országos médiumok nem foglalkoznak, illetve csak nagyon ritka esetekben és kirívó esetekben. Na most nekünk úgy érzem, egy kicsit az a kötelességünk, hogy az ott lakó embereknek kellene talán a ottani problémáira úgy választ adni, hogy megkeresni azokat a illetékeseket, akik párbeszéd vagy tájékoztatás formájában ezekre a kérdésekre választ adnak. Ez a közszolgálatiság jellege, azon kívül hát természetesen rengeteg zene és rengeteg kívánságműsor és jó zenéket szeretnénk továbbiakban is adni. Van-e abszolút sláger, amit már ti kiáltottatok, ami biztos, hogy ott a helyiek között a helyieknek hát az abszolút a favori? Sláger, ez a mai világban ez nagyon gyorsan változik. Van olyan, természetesen van olyan, amit minden kívánság műsorban 5-10 is kérnek. Nyilván csak egy alkalommal játszhatjuk le. Milyen típusú zenék ezek? Régiek, inkább maiak? Vannak régiek is. Tehát én gondolok most egészen régi Damien számra, amit szinte minden kívánság műsorban kérnek, de vannak az egészen friss diszkos lágerek is. És az úgy szépen lecseng, és akkor jön a következő. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen minden korosztály hallgat benneteket, mert gondolom ez egyben némileg erre is utal. Igen.
Igen, és szeretnénk is, ha minden korosztály hallgatna bennünket. Tehát azért a zenéket is, a témákat is úgy válogatjuk meg, hogy a fiataloktól az idősekig mindenkinek megpróbáljuk megtalálni az igényét, a zenei ízlését is, és természetesen a témákban is az ő elvárásaikat. Mit lehet mondani a magánéletről? Azt hiszem, hogy ennek a rádiónak az elindítása, illetve említetted, hogy vállalkozóként is tevékenyket, azért nagyrészt leköti a mindennapokat, de mondjuk mit csinálsz, hogyan képzeljünk el téged, amikor családi körben vagy, vagy éppen pont az a kikapcsolódás, hogy akár bemész a rádióba, vagy akár felteszel egy lemezt, vagy éppen az ellenkezője, hogy ettől is azért valamilyen szinten szabadulni kell, és néha jó csendben lenni, mondjuk egy könyvvel a kezedben. Hát ez most éppen nagyon aktuális, tudnék, én egész nyáron minden hétvégén rendezvény hangosításokat végeztem. Ez azt jelenti, hogy hétvégén sem pihentem, és most, hogy lejárt a nyár, most szükségem is van az olvasásra, a kikapcsolódásra. Ez számomra azt jelenti, hogy inkább otthon, a kertemben, hogyha jó az idő, és magányosan. Illetve hát az élettársammal együtt, kedves feleségemmel, a volt mennyasszonyommal. Szokták mondani, igen. Ővele élünk ketten, és megpróbáltunk egy olyan környezetet kialakítani magunknak, ahol ezt meg tudjuk oldani, ezt egy kicsit elzárt belső világot. Ő egyébként hogyan fogadja azt, hogy te ilyen elfoglalt vagy, és bizony például itt van a nyár, amikor az ember ugye kikapcsolódik éppen nyaral, és hát a ház ura bizony dolgozik a minden hétvégét lefoglaló rendezvényeken. Megszokta. Talán ezt mondanám, tudnék, akkor is már a feleségem volt, amikor én aktív zenész voltam. Ez azt jelentette, hogy koncerteztem, külföldre jártam, ahova nyilván ő nem jött velem, és ez az életforma nálunk kialakult így az évek folyamán, elfogadtuk egymást, ő is az én életvitelemet, én is az övét, és szerencsére működik. Azt szokták mondani, hogy az zenész emberekkel, a művész emberekkel nagyon nehéz együtt élni, hogy nagyon nehéz őket, hát idézőjelbe téve elviselni. Ez nálad így volt? Tehát azért ez az összecsiszolódás, vagy éppen az egymás egyéniségének az elfogadása az időbe tellett, vagy lehet azt mondani, hogy bizony jól választottál, és megtaláltad rögtön a párodat, és tulajdonképpen soha semmilyen probléma nem volt, még a bohém zenész évek alatt sem. Hát természetesen én választottam, és jól választottam. Hát ez nem olyan biztos, mert azt szokták mondani, hogy mindig a hölgyek választanak, csak a férfiak azt hiszik, hogy ők választottak. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz volt velem. Tehát ezt be kell vallanom őszintén, de viszont én úgy látom, mivel kedves feleségem is egy rettentően önálló hölgyemény, aki kiharcolja magának azt, amit szeretne, és alakította azt az életvitelt, amit ő szeretett volna magának, és éppen ezek a kisebb-nagyobb surlódások, ezek alakították ezt így ki, hogy mégiscsak sikerült megmaradnunk egymás mellett. Gyakran felismernek még az utcán? Tehát lehet azt mondani, hogy mint például, ahogy én az adást indítottam és említettem, hogy itt a szerkesztőségben is volt, aki rögtön rátalált, azért tapasztalod ezt, hogy amikor mész, vagy akár egy-egy rendezvényeken, hogy oda mennek és megkérdezik, hogy hát mi van, miért nem, hogy s mint, és hogy mikor lesz. Tehát én azt gondolom, hogy akihez valamit kötnek, az azért ezt jó hosszú éveken keresztül hordozza, és hát válaszolnia kell a kíváncsi kérdésekre, a rajongói kérdésekre, még igen, talán így is mondhatom. Igen, hát nyilván, hogy ezek a találkozások már nem a fiatalabb korosztályból kerülnek ki, a mi rajongó táborunk az már a közép, illetve az idősebb korosztályhoz tartozik, de ezek a kérdések valóban szinte hetente elhangzanak, úgy, mint itt, amit mondtál a műsor elején, hogy ahogy beléptem a stúdióba, már ez volt az első kérdés, hogy mikor áll össze a hangár együttes. Igen, ezek nagyon sokszor elhangzanak, és ez számomra azt jelenti, hogy megmaradt a rajongók emlékezetében a zenekarunk, és szívesen látnák még a mai napig is, de hát, mint beszéltünk róla, ez nem lehetséges.
Tibor, neked mi most a legfontosabb? Tehát mi az, ami mindenképpen jól kell, hogy működjön, és amiből nem engedsz, aminek a terén maximalista vagy, és azt szeretnéd, hogy minden jól klappoljon. Lehet ezt akár a vállalkozásra érteni, lehet ezt a rádiózásra érteni, vagy éppen akár a magánéletre is. Nekem most legfontosabb a rádió. Szóval én most úgy gondolom, most 2 év óta, hogy én ebben tudok dolgozni, nagy energiákat tudok belefektetni, ötleteim vannak. Most jelen pillanatban időm legnagyobb részét ez köti le, és hát azon kívül a hangszerboltom. Keresik a hangszereket Tamásiban? Sok lelkes amatőr profi zenész van? Mondjuk a fúvosokról sokat hallottunk már. Igen, hát Tamásiban nagyon jó fúvos zenekar van, eléggé ismert, most már nemzetközi szinten is. Nagyon jó a zeneoktatás Tamásiban, különböző hangszereken, és hát elég sok a lelkes amatőr zenész is, és hát ezek tartják fent tulajdonképpen a hangszerboltokat. Hála jó Istennek, így van. Vannak. Tibor, így a beszélgetés vége fele egyetlen egy dolog, hogy mi volt számodra az eddigi legnagyobb elismerés? Tehát akár hogyha a zenekari pályafutást nézem, vagy akár éppen 2 évre visszamenőleg mondjuk a rádiózás során. Sűha, legnagyobb elismerés. Amikor hát... azt érezted, hogy ezért érdemes, és igenis ezért tovább kell menni, vagy csinálni kell. Hát ezt nem tudom most neked megmondani, hogy igazán a legnagyobb mi volt. Sok kisebb, és sok nagyon szívbe markoló vélemény, ami a rádiót illeti, nagyon sok dicséret, de igazán most olyan egetrengetően legnagyobb most nem volt talán. És amikor zenész voltál, akkor mikor volt az, amikor azt érezted, hogy igen? A zenész élményemre gondolsz esetleg? Igen, vagy? Igen, úgy összességében, ami mondjuk olyan elégedettséggel töltött el, vagy éppen ha használhatok ilyen kifejezéseket, olyan katarzist adott, amikor azt mondtad, hogy ha már semmi nem történik ezen a zenei pályafutáson, de ezért akkor is megérte. Hát erre viszont már könnyebben tudok válaszolni, mert azt hiszem életem egyik legnagyobb élménye egy berlini koncert volt, ahol egy német zenekarral léptünk fel, és hát ott olyan körülbelül 20 000 ember volt azon a koncerten, és ott szenzációs sikerünk volt, úgyhogy még a műsor után körülbelül 20 percig még ráadásokat adtunk a színpadon, és ez egy ilyen ekkora tömeg előtt ez annyira megmaradt bennem, hogy azt hiszem ez volt életem egyik legjobb koncertje, zenei élménye. Azt már tudod, hogy az elkövetkezendő napokban mi lesz a rádió műsora? Előre tervezel ennyire, hogy mondjuk egy hétre előre tudod már, hogy éppen mi lesz, hogy lesz, mi lesz éppen az aktuális? Jó, persze a napi aktualitások meg az élet produkálhat sok minden, de úgy mennyire van a fejedben, mennyire tervezel? Igen, igen, most a mai naptól kezdve egy kicsit más a zenei szerkesztésünk is, mivel szeptember iskola kezdés, ez azt jelenti, hogy a diákok, akik eddig ráértek 8-ig, 9-ig, 10-ig esetleg ágyban hallgatni a rádiót, ez megszűnik, emiatt ugye 6-tól 8-ig másfajta, illetve 8-tól megint másfajta zenei szerkesztéssel állunk elő most, és ezt kell tudomásul vennünk, hogy 8-tól ugye a diákok nem hallgatják, inkább más korosztálynak szólunk, azon kívül most a oktatással, pedagógusokkal, igazgatókkal kapcsolatos dolgaink lesznek az elkövetkezendő napokban, és a beszélgetések, iskola kezdések, ezek körüli problémák lesznek most a fontos feladataink. Tehát egy a lényeg, hogyha bárki a megyét járva Tamásiban 6-tól 10-ig az állomásra csavar, akkor nem fog csalódni. Bízunk benne. Így legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a vendégünk voltál, és hát remélem, hogy nagyon sokakban kellemes élményeket ébresztettél, akár a hangár élményeket tekintve, illetve nagyon sokan kedvet kaptak ahhoz, hogyha még nem ismerték a rádiót, aminek talán nem is árultuk el pontosan a nevét. Tamási Rádió. Így egyszerűen. 101,9 frekvencián, és Bonyhádon 92,8-as frekvencián. Tehát akkor mindenki hallgassa, aki teheti a Tamási Rádiót reggelenként, ha arra jár. Köszönöm még egyszer, a nézőknek pedig a figyelmet köszönöm meg, és ne feledjék, várom önöket a legközelebb is. Viszontlátásra!